Önök Tibor vagyok a stúdióban, itt van Gyurcsán Ferenc volt, miniszterelnök a Demokratikus Koalíció párt elnöke. A beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok önnek, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok. Még a leminősítés előtt, ha jól emlékszem, Molnár Csaba felajánlotta a kormánynak, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben valamilyen segítséget, illetve hát minden segítséget megadnak. Milyen segítségre gondoltak? Hát a legegyszerűbb az lenne, hogyha elmondhatnák, hogy mi mit tapasztaltunk 2008-ban. Ugyanezzel az intézménnyel tárgyaltunk, a helyzet sok tekintetben hasonló volt, és ahogyan a mai híreket látom, a lehetséges megoldás, azaz a hitel típusa is egyre inkább azonos lesz. Azt kívánja nyújtani az IMF most, mint amit három évvel ezelőtt. Milyen tanácsot tudna adni olyan emberként, aki átélte az akkori helyzetet? Mi 2008-ban nagyon gyorsan meg tudtunk állapodni, ennek nagyjából két titka volt. Az egyik, hogy mire ide érkezett az AMF küldöttsége és az EU küldöttsége, addigra nekünk volt egy nagyon kész tervünk, hogy mit szeretnénk csinálni. Talán emlékszik rá, hogy amikor kitört a válság, volt egy válságtanácskozás éjjel a PM-ben, de másnapra összehívtuk a frakciót, harmadnap a kormány benyújtotta a modosító indítványokat a parlamentnek, átíttuk a költségvetést. És utána az ott nagyjából kielégített mindenkit a világban, ezért mikor megjöttek, nem kellett sokat tárgyalni, hanem leütöttük a megállapodást. Ez volt az egyik feltétel. A másik, akkor is kellett az EU támogatása, és sikerült egyetlen egy nap, egy vasárnap késő délután volt, a három talán legbefolyásosabb európai vezetővel személyesen telefonon konzultálni, Merkel-el, és talán akkor még Blairrel egyes áldásokat adták a megállapodásra, és lényegében készen voltunk nagyon gyorsan. Most is ezt gondolom, hogy ezt kellene tenni. De most miért kellene? Nyilván Blairrel nem, mert és sárközik el bármit megállapodni. Azért, mert tájékoztatás? Hát az EU nélkül nem fog ez létrejönni, ez a csomag. Hogyha hasonló lesz a 2008-as csomaghoz, akkor abban több mindenkinek lesz benne a pénze. Az IMF-nek, az EU-nak, és talán még a világbanknak is, mert egy picike még abból is benne volt. Az EU úgy működik, hogy ahhoz, hogy meg tudjunk állapodni Brüsszellel, ahhoz általában meg kell állapodni egy-két nagy fővárossal. Brüsszel a vége, az a végállomás. És hát látva mostani európai eseményeket, továbbra is Berlin és Párizs a két legfontosabb főváros. Most a magyar kormány helyzetét az ön képest könnyebbnek vagy nehezebbnek látja? Kicsit más a gazdasági helyzet, a válság újabb hulláma jön, a magyar államháztartás helyzete viszont szintén más, mint akkor volt. E, igen, nagyon nehéz úgy válaszolni a kérdésére, hogy jobb vagy rosszabb, más az, más a, a helyzet. Úgy kérdeztem. E, politikailag azt hiszem, hogy nehezebb helyzetben van ez a kormány, mint amilyen helyzetben mi akkor 2008-ban voltunk. Ha én jól érzékelem, de nem akarom mit én bántani Orbán miniszterelnök urat. De ha én jól érzékelem, akkor nekünk akkor lényegesen jobb viszonyunk volt Brüsszennel is, és az európai fővárosokkal is, mint a mai kormánynak, ezer oknál fogva. Ezzel ehhez képest van még egy igazi nagy nehézség. Nekünk a válság kezdetekor nem kellett gazdaság filozófiai változást csinálni a fejünkben. A mi gondolkodásunkban, ha úgy tetszik, ortodox megoldások voltak mindig, hát ezzel szokott bennünket vádolni ugye, a jobb oldal. Mikor kitört a válság, hát akarom-nem akarom be kell ismerni, nem tettünk mást, mint a 2006-kor elkezdődött válságkezelésnek elindítottuk egy második nagy hullámát, nagyjából ugyanazokkal az eszközökkel. Orbán miniszterelnök kormányának egy forlatot kell végrehajtania ahhoz, hogy meg tudja nyugtatni a piacokat, az egész filozófiát kéne megváltoztatni saját magában, meg kormányában, meg a pártjában. Ez szerintem lényegesen nagyobb kihívás, mint amivel én szembenéztem. Mi a demokratikus koalíció viszonya a kormány gazdaságpolitikai fordulatához, hogyha valóban lesz ilyen? Jónak tartják, támogatják, rossznak tartják, ellenzik? A hét elején írtam egy levelet a miniszterelnök úrnak. Nagy vita előzte ezt meg közöttünk. A vitának az volt a tárgya, miért kell egy ellenzéki pártnak olyan dolgokat tanácsolni egy kormánynak, hogy például 100 millió forint fölötti magánvagyonoknál vezesse be a vagyonadót. Ez nem népszerű a választok bizonyos körében. Hát bolondok vagyunk mi, hogy ellenzékben, amikor nincsen felelősségünk, ezt javasoljuk. Elment ami mi józan eszünk, amikor azt mondjuk, hogy vezesse vissza nyugodtan a miniszterelnök, meg a kormánya a magasabb jövedelmek második adókulcsát. Nem fog tudni mit csinálni, hogyha ezt például nem teszi meg. Végül azok kerültek többségbe mi közöttünk is, én is ezt támogattam, hogy merjünk olyanokat is mondani a miniszterelnöknek, amikről tudjuk, hogy nem nagyon népszerűek. Úgysem fog tudni más csinálni a kormány, és ne folytassuk azt, amit sokszor láttunk Magyarországon, hogyha az ember ellenzékben van, akkor mindent elutál, és nem mer racionális lépésekre javaslatot tenni, amikor kormányban van, akkor persze nincsen más választása tenni kell, amit muszáj megtenni. És most, mint ellenzéki párt, egy, akár egy megszorító gazdaságpolitikát is támogatnának, hogyha az álljánk megállapodásból ez következik? Nézzen, nagyjából azt hiszem, két-három dolgot tennénk próbálok nagyon őszinte lenni. Egy. Nyilván elmondanák, hogy mi szerintünk azért, hogy itt vagyunk, abban súlyosan ott van az elmúlt másfél év. Ez nem várható el tőlünk, hogy ezt nem mondjuk három mondatot. Hogy hol, hogy hol, nyilván Így van. De megpróbálnánk bebizonyítani, hogy bizony súlyos tévedés ez a másfél év. Pont. Utána egészen biztosan e, megértést tanúsítanánk olyan lépésekkel kapcsolatosan, amelyekről úgy gondoljuk, hogy elkerülhetetlen. Nem kiabálnék nemzethalált, hogyha megszorító gazdaságpolitikát kell folytatni, és ennek természetesen lesznek e, szociális vesztesei. E, harmadrészt keresnék olyan alternatívákat, amelyek kielégítik a végcélt, de esetleg a kormány nem olyan megoldásokkal áll elő, Kérném a hozzánk közel álló közgazdászoknak a javaslatát, hogy van-e ahhoz képest alternatíva, amit a kormány majd mondani fog. Muszáj azt mondanom, hogy ez egy brutálisan nehéz gazdaságpolitika lesz, ami bele fog kényszerülni ez a kormány. Általában. Fájni fog, fájni fog. Általában mindenki igen szemérmes, amikor hozzá politikai erejéhez közel álló közgazdászokat kell megnevezni. Kik azok, akiknek a tanácsára most hallott? Tudok mondani neveket nyugodtan. Hát ugye könnyű helyzetben vagyok Bauer Tamással, mert hogy az elnökség tagja. Napokban hallgattuk meg Békesi Lászlót egy szűkebb fórumon, hogy mit gondol, nem mond ahhoz képest nagyon mást Békesi, mint amit egyébként ő nyilvánosan is mond. És hát nem titok, amikor kormányoztam, akkor is nagyon sokszor figyeltem mondjuk Vértes Andrásra, hogy mit mond. Ma is meghallgatnám hogyha nekem javaslatot kell tenni, hogy ő mit javasol egy ilyen helyzetben. Mivel töltik az ellenzéki időt frakció nélkül? Mi úgy viselkedünk, mint egy frakció. Azt látom, de hát azért nem tudnak teljesen úgy viselkedni, mert hát a parlament a keretek nem ugyanazok. Igazából két dolgot nem tudunk csinálni. Most eltekintve pár apróságtól. Nem tudunk mondani napirend előtt felszólalást. TV időben, ami azért. TV nem... időben. Uh -huh. Nem elég is. Igen, de tudunk nem az ülésteremben, hanem az ülésterem előtt sajtótájékoztatón ugyanarról a témáról beszélni, amit, amit elmondtunk volna bent. Ez eddig működött is, őszintén szólva, úgy látom. Kettő, nem tudunk vezérszónokot állítani a nagy törvények vitájának kezdetekor, de itt is ugyanaz a módszer, el kell mondani az üléstermen kívül. Majdnem minden párt hétfőn tart frakcióülést a hét kezdetén. Mi is ezzel kezdünk minden hétfőn fél kilenckor. Ugyanabban a munka megosztásban vannak, akiknek kifejezetten az a dolga, hogy készítsék elő a mi parlamenti szerepléseinket. Egy hétre előre döntjük el az írásbeli kérdéseinket, ki melyik nap mit fog beadni. Bent pedig hát a szokásos szereposztás szerint a tegnap előtti maratoni vitában nagyon-nagyon sokan aztán meg is írták, Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció tagjaként független képviselő volt, a legaktívabb hozzászóló, 40-szer kért szót a hajnali elnyúló vitában. Ebben nincsen különbség, hogy az ember formálisan frakcióban ül, vagy függetlennek minősítik. Meddig fogják ezt bírni szuflával? A frakciók sincsenek nagyon jól elengedve költségvetéssel, szakértőkkel. Egy független képviselői közösség nyilván különösen nincs. Hadd mondjak én számokat, hogy konkrétan beszéljünk. A tíz képviselő az ilyen-olyan hivatalos költségetési támogatásokat összerakva egy évben nagyjából 55-60 millió forintot kap együttesen. Mi ezt együtt is használjuk fel. Úgy viselkedünk, mintha frakciónk lenne. Ha frakció lennénk, akkor ennek közel a dupláját kapnánk a mai szabályok szerint. Pénz, pénzben ennyit veszünk, veszítünk el. Nagyon-nagyon e, alacsony, 100-150 ezer forintos tiszteletdíjért dolgoztatunk, alkalmazunk e, kollégákat, és dolgozik körülöttünk, hát Budapesten 10-15 önkéntes, akiknek még a benzinpénzüket sem fizetjük meg, országosan nagyjából 40. Az ő munkájukban persze összeér a frakció segítése és a pártnak a segítsége. Ez természetes. Olyan picikék vagyunk ma még, hogy ezeket nem lehet szét választani. Ez meglepte önöket, hogy nem alakíthatnak frakciót, vagy számítottak rá, hogy így lesz? Hát nézze elég, elég sok politikát már látott cinikus fiú és lány van közöttünk. A többség azt mondta, hogy mi megtehetünk mindent annak érdekében, hogy formálisan megfeleljük a frakcióalakítás szabályainak. Nagyon sokan el fogják ezt akarni. Sem a volt pártunkban, sem pedig a házvezetésben. Ugye arra kell inkább számítani, hogy ez nem fog megtörténni. De ugye így az embernek nyugodt a lelkiismerete. Amit nekünk meg kellett tenni, azt mi megtettük. Ha a mások ebben elgáncsolnak bennünket, Leparoljuk magunkat, aztán megyünk tovább. De most hogy érzi, hol gáncsolták el a pártban, ahol ugye a pártvezető azt mondja, a pártelnök azt mondja, hogy nincs olyan, hogy kiválás, csak kilépés vagy kizárás, és egyik se történt, szerinte, illetve szerinte kilépés történt. A ház pedig házbizottsági határozatokra emlékeztet meg arra, hogy nincs precedens jog a házban. Hát, ha vele akar menni, belemehetünk ebbe. Nagyon kíváncsi vagyok. Ö a 90-es évek elejéről datálódik ennek a problémának a közös megértése. Akkor többek között épp az a Bihari Mihály, aki most éppen alkotmánybíró, az az álláspontot alakította ki, hogy a házszabály csak a frakciótagság megszűnésének két különös esetével foglalkozik, például a kokáért a kilépés és a kizárással, de a hosszú fejtegetésben elmagyarázta nekünk, ott a parlamentnek, hogy ezer más módon meg tud szűnni a frakciótagság, például, hogy egy banális dolgot mondjak halállal. Az sem szabályozza a, a házszabály. Éppen ezért a nem kilépés, nem kizárás eseteiben nem alkalmazható a frakcióalapítás tilalma, hiszen ezek az le nem írt esetek, nincsenek rögzítve a házszabályban. Na hát elég bonyolultan mondtam, de talán értik a e, hallgatók. E, az igaz, hogy nincsen precedensok, persze. Tehát önmagában az, hogy e, e, hogyan döntöttek korábban, a parlamentet nem köti semmire sem. Az én korábbi pártelnökön, frakcióvezetőm, e, ha mondjuk úgy, hogy elegáns szeretett volna lenni ebben az ügyben, akkor nem állítja az, hogy mi kiléptünk. De azt hiszem, hogy ő sem nagyon akarta, hogy nekünk ne legyen, vagy nekünk legyen frakciónk. De azt is hozzáteszem, hogy nézze, amennyire ismerem a házelnök urat és az ő pártját. Ha a mesterházi frakcióvezető nem így nyilatkozik, akkor gyanítom, próbáltak volna keresni más okot, más módot arra, hogy ez ne történjen meg. De én be kell bajom magának, én egyik sem haragszom. Ennél sokkal nagyobb disznóságokat is láttam már a politikában, és történelmi értelemben pedig nincsen nagy jelentősége, hogy fél éve korábban vagy később, ha nekünk igazunk van abban, amit gondolunk a politikáról, ha alapvetően jól csináljuk, akkor ez nekünk igazi nagy károkat nem, nem okoz, sokkal nagyobbat okozna, hogy elkezdeni kicsinyeskedni, és bántani akár Kövér Lászlót, akár Mesterházi Attilát. Azt mondják, hogy bolykotálni kell a választási törvény vitáját a választáson, ha ezen törvény alapján rendezik, részt vesznek? Az nagyon messze van. Azt nem tudom megmondani, a kérdést majd fel kell tenni. A Hazai Haladás Alapítvány, amelyet Bajnai Gordon alapított, készített egy kiváló tanulmányt. Hozzáférhet az internetem. Mérsékelt, visszafogott szakértők készítették. Az a kulcs megállapításuk, hogy ez a választási törvény nem teszi lehetővé a demokratikus választást sokoknál fogva. Ha ez így van, akkor nagyon nehezen látom be, hogyha a kormány nem mutat hajlandóságot, hogy érdemben megvitassuk ezeket a problémákat, hanem szokásához szíven átnyomja a parlamenten, akkor miért kellene nekünk ebben részt venni, segíteni azt a látszatot kelteni, hogy business as usual, ahogy mondani szokták, szóval minden rendben van a dologgal, és ott vagyunk a demokratikus díszlet egyik elemeként, mint hogyha elfogadható lenne ez a törvény. Különleges eszköz a bolygót, nagyon ritkán szabad alkalmazni, az alkotmánynál alkalmaztuk, akkor azt hiszem sikeresen azóta tudja a világ, hogy az egy, egy párti alkotmány is sérült a legitimitásának az alkotmánynak. Itt nagyon rövid idő állt rendelkezésre, hogy ki lehessen szélesíteni az ellenzék egészére a bolykottat. És ha tévednek, mert hát szakértők egy másik része azt mondja, hogy demokratikusan minden további nélkül lehet választani, amíg persze nem végleges választási törvény alapján. Akkor mi van? Én nem ismerek olyan ö, nagy tekintélyű, mérsékeltnek és elfoglaltnak tekintett szakértőt, aki azt állítaná, ami, ami, amit ön mond. Őszintén mondom önnek, egyet sem. Ö, nem akarom ön nehéz helyzetbe hozni, hogy mondjon ilyen szakértőt, mert lehet, hogy ö, tényleg kapásból nem is lehet ilyet mondani, de nincs ilyen. Ö, olyan sok minden ö, miatt ö, ez a választójogi törvény a Fidesznek kedvez, ugye ebben lenni a legnagyobb biztonságok egyike a választókerületeknek az olyan, olyan átrajzolása, hogy bezárja a baloldali szavazó tömböket egy választókerületbe, ebből is jó keveset csinál belőle, máshol pedig folyamatosan megosztja őket, és csinál nagyon sok jobb oldali Ezzel a választási törvényel meg lehet azt csinálni, hogy több szavazója van a Fidesz leváltani kívánó pártoknak akár 5-6 százalékkal is országosan, de mégis a parlamenti mandátumok elosztásában a Fidesz kerül ki győztesen. Nagyon nehéz, ezt senki nem száfolt eddig, ez egy alapos elemzés, számolás, modellezés. Nagyon nehéz az bebizonyítani, hogy ez rendben lenne, én szerintem. Jó, de ha tegyük föl, hogy az ön által idézett hazai saladás alapítvány szakértőjének van igaza, és a végén úgy döntenek, hogy a választáson sem vesznek részt. Azzal mit lehet nyerni egy politikai rendszerben, ahol mégiscsak választás útján lehet bejutni a parlamentbe? E, hát nézd, a, a választás bolykotja az a legeslegutolsó fegyver. Azt végképp csak akkor szabad, hogyha a rendszer végletesen torzul elhagyva a demokráciát az önkénye és a diktatúra irányába, és nincsen más útja megbuktatni az önkénybe forduló kormányzást, mint hogy delegitimálni az új országgyűlést és az új kormányt azzal, hogy fizikailag távol tartja magát a demokratikus ellenzék az ilyen választástól. Egy ilyen kormány, őszintén szólva, nem élne egy évnél tovább. Bizonyos vagyok. Ugyan, csak akkor van értelme, gondolom én, és kérem, hogy erősítsen meg, vagy száfoljon. Ha ez mindenki. Nyilván. Hát persze, ha valamennyi ellenzéki párt, és hát egymás között szólva. Azon túl, hogy nagyon messze vagyunk a választástól, ha ez 14-ben van, bár igen sok év szólna a Fidesz logikája szerint, szerintem egy előrehozott választás mellett. Ezt egy akkora pártnak zászlóra tűzni, mint amekkorák mi ma vagyunk a parlamenti bejutási küszöb alsó határán, ez nagyon könnyen félreérthető. Azt mondják, hogy hát ezek még félnek. Nincs itt az ideje erről beszélni, tényleg azt gondolom, de ha így mennek a dolgok, akkor ez a kérdés talán föltehető lesz 13-14-ben. Mi a tanulsága ön szerint a legutóbbi időközi választásnak, amiről ugye annyit kell tudni, hogy a Fidesz jelöltje az nagyjából hát többet kapott, mint az összes többi. 58 ot Uh -huh. Egy 30 os részvételnél ez azt mutatja, hogy még ebben a gazdasági helyzetben is van a teljes népességre kivetítve 18 nyi szavazója a Fidesznek, aki el is megy szavazni. A sok. Még akkor is sok, hogyha a második kerület hagyományosan inkább jobb oldali. Tehát nem omlott össze a Fidesz. Sokan gondolják, ez nem igaz. Ez biztosan kimondható. Biztosan kimondható az is, hogy nem ment tönkre az MSZP, bárhogy is kapott 30 ot ami egy szerintem tiszteletre méltó eredmény. Ez is mondható. Aztán mondható az, hogy a választók azt hiszem, jobban szeretnék az ellenzéki összefogást, mint amennyire a, ebben az ügyben szereplő két ellenzéki párt vezetői, vagy adott esetben konkrétan az LMP vezetői, ezt gondolják, de hozzá kell tegyem, hogy én érteni vélem az LNP vezetőit is. Ugye az a tapasztalat az elmúlt húsz évnek, hogy a kis pártok rendre megszűntek, vagy belezuhantak egy nagyobb pártba, vagy kihestek a, a parlamentből. Ha most Siffer András helyében lennénk, és azon gondolkodnánk, hogy ezen tapasztalatok birtokában, hogy hogyan tudom megőrizni én a saját a kisebb pártomat úgy, hogy együtt valamelyik nagyjal, de mégse fogok tönkre menni, Nekem is gondot jelentene erre, hogy mi a helyes válasz, ezért én megbocsátóbb lennék, és azt gondolom, hogy kell hagyni időt, hogy egymásra találjanak a demokratikus ellenzéki pártok. De a stratégia az ön szerint helyes stratégia az továbbra is az, hogy a demokratikus ellenzéki pártoknak egymásra kell találni? És hát annak milyen technikája van? Hát először a normál, informális emberi beszéd. Aztán Fontos és kevésbé fontos ügyekben az egyre intézményesülő parlamenti együttműködés. Együtt szavazás. Együtt szavazások, közös javaslatok, egyik javaslatának a másik általi támogatása. Formalizálni azokat a viszonyokat, hogy legyenek előbb-utóbb, nagyon soká mostanhoz képest. Már kifejezetten arra kinevezett tárgyalók, hogy az ellenzéki pártoknak a véleményét megpróbálják közös nevezőre hozni, mert miért kell együttműködni, hogy később együtt lehessen majd kormányozni. Tehát meg kell tanulni egymást, és közös politikákat kell csinálni. És csak a legvége ennek a történetnek, hogy esetleg vannak 14-hez közel már közös politikai akciók, fellépések, amit aztán Tetész a mostani választójogi rendszer szabályból kiindulva, hogy közös erőteket tudnak állítani. E, valamennyi választókerületben, illetve mindenhol csak egy valaki állít jelölt, tehát a másik kettő pedig támogatja, vagy De. három támogatja. Ennek az együttműködésnek valamilyen nyomát a mostani demokratikus ellenzéki pártok között látja? E, hát nézd, szerintem a felismerésig nagyjából eljutottunk. Azt hiszem, hogy mindenki eljutott, hogy ez lehet talán a győztes stratégiának az alapja. Az MSZP-ben él az a az álom, vágy, nem tudom, hogy a realitása, hogy egymagukban is váltó párt tudnak lenni, amíg ez él, addig nyilván nem fogják forszírozni az együttműködést. azt, azt is látom, hogy az LMP pedig, eh, hogy mondjam, ambivalens viszonyt tápol az msp vel szemben is, és mi tagadás velünk szemben is. Elnök úr, hányan léptek át eddig az msp ből a DK-ba? Ezt nem tudom önnek megmondani, mert a tagfelvételi kérelemben nincsen ilyen rubrika, hogy korábban volt-e valamilyen más pártnak tagja. Hányan léptek be? Nálunk lévő belépési nyilatkozat, vagy tagfelvételi kérelemben 5000 van. Hetente vesszük fel csoportosan, mert az elnökség veszi fel az embereket, hiszen helyben még nincsenek csoportjaink. Túl vagyunk nagyjából 1200-1500 embernek a felvételé. Minden hétfőn fölveszünk 100-200 embert, mert hogy megpróbáljuk megnézni azért, hogy ők kicsodák voltak, próbálunk tájékozódni. E, és egymás után alakulnak meg a, a, szervezetek. Minden este én valahol vagyok. E, ma is többek között azért megy felvételről az adás. E, kettől péntekig, tegnap Veszprémben nyében voltam Válpalotán, és azt láttam, hogy Veszprémben, Válpalotán, Ajkán, Pápán a következő egy hónapban mindenhol meg fog alakulni a demokratikus koalíció. Általában az MSZP aktív részének, ez nagyjából a nyilvántartó 4 negyede. Jó fele az eljön velünk, és ennek a többszörőse pedig olyan lép még be, aki nem volt sohasem pártak. És létrejönnek jönnek úgy városonként 30-40-50 fős csoportok. És hogy látja, mit várnak az új politikai formációtól, amit ön vezet? E, hát ugye, én mindig azt mondom nekik, hogy szerintem mi vagyunk az egyetlen olyan párt most a parlamentben, akik nem akarnak új rendszerváltozást, akik a 89-ben létrejött modern, kapitalista, szabadpiacgazdasága, parlamentarizmussal rendelkező Magyarországot legfeljebb humánusabbá, szociálisabbá akarják tenni, de nem gondoljuk leváltani. Ez egy alapvetően centrum irányába nyitott polgári politika, és sok, sok, sok tekintetben fogalmazok egyszerűen az összödi igazság talaján áll, nem nem kell bolondítani egymást tovább. Választónak és ö, választottnak ki kell a Magyarországon. Hagyjuk a csudába, hogy újra próbáljuk megírni a történelmet. Egyetlen egy lehetőségünk van. Ö, vállalni sokkal több felelősséget, hogy mi is, meg az ország is változzon. Szerintem erre a hangra szükség van. Ezt értik az emberek. Távol tartjuk magunkat mindenfajta populizmustól és radikalizmustól. Ö, és és ö, nem, 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 tagadjuk, hogy igen, mi ezt a polgári Magyarországot akarjuk jobbá tenni. De távol tartják magukat a rendszerváltás veszteseinek magukat érző emberektől is, mert annak azért nagy piac van, ha azt mondják, hogy ez a rendszerváltás megtörtént, és ennek ez tulajdonképpen jó. Mert ha jól akkor ezt mondják. Azt gondolom, hogy történelmi értelemben ez jó, őrült sok áldozattal járt, Csinálhattuk volna minden jobban, választók is és mi politikusok is, és nem kétséges, hogy brutális mennyiségű csalódás halmozódott fel az elmúlt időszakban. De hadd nyújtsak el kettő mondatot. A rendszerváltás pillanatában csehek, magyarok, lengyelek egyformán pozitívan várták az új demokráciákat. Ha most mérjük, akkor kiderül, hogy mi magyarok vagyunk a legkevésbé elégedettek a kialakult új rendszerrel. Az én megfejtésem az, ezt mindenhol elmondom, hogy azért, mert a magyar átlagember viszonylag szabadnak érezte magát a 80-as években Kádár diktatúrája alatt, a bortok tele voltak viszonylag, mi magyarok igazából nem több szabadságot akartunk, Huszák, Gustav Huszák alatt azt akartak, meg Honecker alatt azt akartak, mi azt akartuk, hogy a Mária Hilfestrasse költönzön be Budapest Kossuth utcájára, és lehessen venni Gorenje hűtőt, annélkül, hogy nagymamát be kelljen ültetni a Skodába. De ez törvényszerűen nem következhetett be. És mivel a magyarok nem érzik magukat sem sokkal szabadabbnak, mint korábban voltak, ezért az ő, a, nekünk, magyaroknak az egyenlet, egyenlegünk a rendszerváltozás után nem pozitív. A csehek, a lengyelek azok meg megérik, hogy szabadabbak lettek, és ezért a szabadságért elvállalják a gazdasági-szociális nehézségeket. Azaz, itt vagyunk, Kádár, köpönyegének hát húzatos környezetében mind a mai napig. A rossz kedvünk egyik fő oka az elmaradt katarzis, ezt a katarzist akarja pótolni a jobb oldal egy új rendszerváltozással, idéző elben mondom fülkeforradalommal. De ez egy nagy történelmi hazugság. Nem lesz katarzis, mert a az vagy van, vagy nem konstruálható mesterségesen. De lehet katarzist csinálni azzal az ígérettel, hogy nem lesz katarzis, és hát a katarzis az olyan, amire miatt, nem elmegyünk szavazni. Mert ez uh -huh. én úgy azt mondom, hogy én leginkább józanságot árulnék. Nem árulnék drámát és katarzist. Nem mondanám azt, hogy hogyha holnaptól mi kormányoznánk, akkor holnaptól sokkal jobb lenne, és több magasabb fizetés lenne a tanároknak azonnal, és magasabb lenne a nyugdíj, és csökkennének az áramszámlák. Nem lesz. Lehet ennél kiegyensúlyozottabb, normálisabb, kiszámíthatóbb, csendesebb politikát csinálni. Ez egy túlzajos világ, ami most itt beköszöntött, értelmetlenül a háborúskodó nyelvezettel és viszonyokkal. De ha tőlem megkérdezik, hogy ha e, mi jövünk, akkor magasabb lesz az orvosoknak a bére, akkor ugye én azt mondanám, hogy egyetlen esetben. Akkor, hogy önök választok elfogadják, hogy hivatalosan is mi. Betegek biztosítottak, fizetünk az ellátásunkért a mai társadalom biztosításon felül, vagy kiegészítő biztosítással, vagy akár más konstrukcióú Vizidél, amit elutáltak sok évvel ezelőtt, nem lehet megoldani ezeket a problémákat. Akkor, hogyha arra várunk, hogy az állam fog tudni mindent kifizetni. Nem tudja kifizetni sem Orbán Viktor kormánya, sem egyetlen más kormány az egészségügy jogos igényeit. Csak egy más konstrukciót tudná kifizetni, de ehhez kellenek a választók. Én ezt fogom neki majd mondani. Ha ezt ők nem gondolják, nem akarják, és bíznak abban, hogy majd az állam megoldja, akkor nem ránk kell majd szavazni. De milyen változást lát a magyar társadalomban, amire alapozza azt a reményét, hogy ez a visszafogott hang, ez majd visszhangra talál? Nézd, azt érzékelem, azt gondolom, hogy két irányba fognak elmenni a dolgok lesz majd még egy radikalizálódás, aminek látjuk a, a, az elemeit a jobbik támogatásának növekedésében. A csalódottak, kiábrándultak lesz egy ilyen válasz. De nagyon remélem, hogy annélkül, hogy bele kéne futnunk egy nagy társadalmi drámába, egy pokolba. A, az ország jelentős része 20 év után kiózanodik és belátja, hogy polgári Magyarország csak polgári mentalitással lesz. A polgári mentalitás pedig nagyjából onnan kezdődik, hogy megértem, hogy hogyan működik a köztársaság, megértem, hogy elsősorban én vagyok önmagamért felelős, másodszorban persze azt is tudom, hogy vannak nagyon sokan, akiknek segíteni kell a közösből, mert működik valamilyen fajta szolidaritás, de azt is elvárom, és ezt nyugodtan hozzám merem tenni, hogy mindenkinek kell önmagáját is tenni, és nem lehet csak kinyújtani a tenyeret, hogy adjanak még. Ha felébre, mindig korábban ébred fel az ország, annál jobb lesz. Minél lassabban, annál tovább tart ez a fura, hosszú átmenet. Amikor ezt elmondja egy fórumon, amelyet, amelyeket most jár, akkor hogy fogadják? Nem győzni akarnak azok az emberek, akik beülnek és meglátják azt az embert, aki egyszer már volt miniszterelnök? Én hozzám most ráadásul úgy jönnek el az emberek, Tegnap várpáló után a résztvevők fejenként 500 forintot fizettek, hogy engem meghallgathassanak, mert ki kell bérelni a bányász művölődési háznak a nagy termétehez. Ha volna együttműködés a szakszervezettel, egyszerűbb volna. A jobb ez így. E, tanulják a mi választóink is, hogy a politikába akar jönni, annak be kell tenni, és nem ki kell belőle benni, legalábbis semmiképpen nem azonnal. Majd ha jól megy, akkor majd kiveszünk az egészből. E, ott ennél egy picivel szenvedélyesebben e, e, beszélek de végtelen módon értik. Ma másként gondolnak vissza a népszavazásra, ma másként gondolnak az összedi beszédre, ma értik azt, hogy nekünk a lényeget illetően azt gondolom, hogy 2006 után igazunk volt. Az más kérdés, hogy a 2006 előtti négy évvel, hát hogy mondjam, erodáltuk azt a hitelességet, ami nagyon kellett volna 2006 után, csak ez két nagyon különböző politika volt, és nagyon nehéz volt elmondani 2006-ban, hogy reformok sokasága kell ennek az országnak, mikor előtte négy éven keresztül pedig öntöttük a pénzt mindenhova. De ezzel elszámoltak már? Hát hogy persze. Hát el, hát, te. A választás elég volt? 2006 és 10 között más sem csináltunk, mint elszámoltunk magunk között szólva. Én a választások után írtam egy nagyon hosszú nyilvános tanulmányt, egy röpidatot erről de önnel is párszor beszélgettem ebben a stúdióban. Én ma már nem vagyok híve 152-szer is megtépni magunkat. Megtörtént ezerszer. Azt gondolom, hogy előre kell menni, és egyetlen egy módon lehet szerintem idézi el, önkritikát gyakorolni. tanulni kell a múltból, aki gyorsabban tanul, az fog győzni jövőre. Szerintem a demokratikus koalíció gyorsabban tanul, mint az én volt pártom, és sokkal-sokkal gyorsabban, mint a Fidesz. Jobban értjük azt gondolom, hogy mit jelent ez a nyugatos polgári politizálás, amire szükség lenne, mint bárki más a mai magyar parlamentben. És azt is értik, hogy megpróbálják megérteni, hogy az emberek a választók szerint erre a nyugatos polgári politizálásra szükség van-e? És ha ilyen, akkor milyen jelét látják ennek? Ez a párt, ez egy hónapja sem alakult meg. Én azt gondolom, hogy kora tavasszal stabilan a parlamentbejutási küszöbb fölött lesz. Ha őszinte vagyok, akkor nem gondolom, hogy 14-ben egy ilyen közelítésnek van többsége Magyarországon. Nem gondolom. Azért nem, mert túl erősek a e, szocialisztikus elvárások és elképzelések. E, ráadásul nagy, nagyon sok a sértett, tönkrement egzisztencia akiknek nincs is más választásuk, mint hogy kérni, kérni, kérni több gondoskodást. És őket mi nem biztos, hogy ki tudjuk elégíteni akkor sem, hogyha lesz nekik tisztességes, de szerény és visszafogott ajánlatunk. Nem, nem lehet bőkezően majd közeledni hozzájuk. De azt gondolom, hogy van az országban 20-30 százalék, aki egy ilyenfajta alapvetően centrista, valamennyire szolidarisztikus polgári közelítésre vágyik, és lehet, hogy bolondság, amit mondok, 10-20 éves távlatban milyen lesz az ország? Mert az országnak nincsen más választása. Ez az ország Nyugat-Európához fog közeledni, minél gyorsabban megérti, annál könnyebb lesz az útja. A lengyel új kormány, a jobb közép kormány, Donald Tusk vezetésével, a múlt héten alakult meg, a Donald Tusk azt mondta a program beszédében, hogy bolond az, politikai analfabita így fogalmazott, akkor úgy teszi fel a kérdést, hogy nekünk lengyeleknek Európa szélén vagy közepén kell lennünk. Egyetlen egy érvényes kérdés van Lengyelország számára, hogyan lehetünk Európa közepén. Ha ezt érteni, Orbán Viktor értené, a jobb oldal, érteni Magyarország sokkal könnyebb lenne. Kétségtelen, ez nem könnyű, mert le kell számolni egy csomó bal hittel, ami bennünket itt sújt, meg bennünk van. 10-20 év múlva akar győzni a választáson? Hát nekem van időm most, és ezt ironia nélkül mondom, és nem akarom a, választ, a választóinkat, hogy mondjam, kiábrándítani. Ha mi stabil középpárt vagyunk az első megmérettetéskor, 14-ben, és kultúráltan együtt tudunk működni másokkal, a demokratikus ellenzéki oldalon, és egy pártként a többi között ott tudunk lenni egy új, újra sokat tudom, hogy a polgári kormány megcsinálásában engem nagyon kielégít. És tudja, ebben nekem még olyan álmaim sincsenek, hogy kormánytag legyek. Sokszor elmondtam itt is önnek, is másoknak is, hogy az én igazi ambícióm, hogy ezt a fordulatot megcsináljuk. Hogy nekem ebben ezt követően milyen végrehajtó szerepem legyen az ha hiszik, hanem a legkevésbé is sem hiszik ott ma. Nyilván nem lepi meg, hogy ez hogy lehet, azt mondja, hogy hogy ez hát, igen, de ez, ez, ez tök rendben van. Ez tök rendben van, hogy igen. Elszoktunk ettől. Azt hiszem. E, sokan gondolják azt, hogy csak azért lehet, és azért érdemes politikát csinálni, ha az ember személyesen valahol eljusson. Én nagyon sokat verekedtem az elmúlt években az igazamért. Nagyon sokat. Fogok még verekedni az igazamért. De önmagamért már egy picit sem verekednék. Hogy lesz-e belőlem még nagy politikus, nem parlamenti képviselő, nem egy pártnak az elnöken, a végrehajtó hatalom valamilyen az alakja? Nem tudom, de be kell valljam, ez a legkisebb kérdés. Nem túl izgalmas azt találgatni, hogy ki lehetne az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje. Szerintem, bár lehet, hogy izgatja az újságírót meg a hallgatókat, mert nagyon messze vagyunk tőle. Azt izgalmas találgatni, hogy lesz-e többség, mondjuk, előbb beszéltünk róla, az egészségügy rendbetételéhez, oda be kell szállni a választóknak is. Elfogadják-e a választók, hogy legyen a felső oktatásban tisztességes, nem ilyen súnyi, mint most, ráadásul brutális tandíj, és hogyan kell azt megcsinálni. Ezeket meg kéne beszélni. Vannak-e olyan pártok többségben, akik ezt támogatják? Nem látom ma még, hogy az LMP vagy az MSZP támogatna ilyen politikát. Úgy mert nem kell kormányra kerülni, hogyha egyébként pedig nem értünk szót egymással, aztán csak egy olyan veszekedős koalíció lesz, mint a Radicsovái volt, a szlovák miniszterelnök asszonyi, akinek éppen megbukott a kormány a másfél év után. Nem elég tehát Orbánt megbuktatni. Kell egy polgári alternatívát vele szemben állítani. És hogy látja ez a polgári alternatíva, ez milyen értékek mentén tudna létrejönni? Amelyben egyetért az összes demokratikus ellenzékérő, azok is, akik most nincsenek benne a parlamentben. A talapzat ennek a dolognak elég világos, az nagyjából az 89 világos, a 89-es alkotmányosságnak a helyreállítása, alkotmánybírósággal és mással. Abban én szerintem a három ellenzéki párt meg tud állapodni. Legyen újra költségvetési tanács. De minden más innentől kezdve nagyon bonyolult. Nagyon bonyolult. Az LMP-t időnként markánsan antiglobalista pártnak látom, annak mutatja magát. Hajlamos úgy értelmezni a modern, posztmodern kapitalizmust, ahogyan a Fidesz például. Én más gondolok erről. Az MSZP-nek sok gondja van azokkal a típusú reformokkal, amiket én elengedhetetlennek látok egy csomó területen. Ez 14-ig ki kell beszélnünk egymással, mert ha csak abban vagyunk sikeres, hogy hogyan kell megverni Orbán Viktort, és abban már nem, hogy mit kell csinálni utána, akkor megette a csuda, akkor igazából semmit nem csináltunk. De látja azokat a pontokat, amelyeken a költségvetési tanács visszaállításán túl konkrétan meg lehet egyezni? Anélkül, hogy a saját identitásokat, választói ígéretüket, programjukat feladnak a párt? Egy területen látom például, ahol elég világosak az alapok. Adó ügyben van több közös pont. Mind a három ellenzéki párt visszavezetné a magasabb jövedelműeknek a második eszélyá kulcsát. Egyszer. Mindhárom ellenzéki párt egy nagyon magas vagyon fölött már nem tartja kizártnak a vagyonadó bevezetését. Úgy látom, hogy mindhárom ellenzéki párt szerint szükség van valamilyen az evára hasonlító átlányadózásra a kisvállalkozások területén. És mindhárom demokratikus ellenzéki párt egyetért azzal, hogy ezeket a szektorokat sújtó külön adókat, ezeket nagyon gyorsan ki kell vezetni a rendszerből, hát nem lehet. Ez hadigazdálkodás az adó. Ez például egy, fontos dolog, hogy adórendszer területén négy pontban már majdnem egyetértés van. Most ezt kell megcsinálni egészségügyben, nyugdíjban, oktatásban, szépen lassan nyugodtan. Csupa olyat mondott, amire ha kívülről elemzőként néz, akkor nem lehet velük választást nyerni. Kivéve talán mondjuk az EVA visszaállítás, de az százvalahány ezer embert érint. Nem tudom, nem tudom. E, hadd mondjam önnek azt, hogy e, a választás megnyerésénél e, azt hiszem van valami fontosabb, hogy utána lehessen jól kormányozni. Mit ér az a választási nyereség, vagy a választási nyerés? Hogy utána nincsen semmi. A választás nem önmagáért fontos az, nem az választási éjszaka gyönyöréért, nem, nem azért, mert utána most máskoda oktávjába bele lehet ülni, azért, mert utána lehet Kormányozni közösen. De hát ha nem lehet, de, akkor. De mindenhez előbb meg kell nyerni a választást. Uh -huh. Technikai módon. Uh -huh. Kamarilla politikával, személyeket előtérbe állítva, másokat levéve a saktábláról. Ezeken töri már a fejét? Ö, én ebben részén soha nem voltam túl jó, bár nem akarok naívnak mutatkozni. De már kimondta a technikai koalíciót, miután ezt az LNP egyszer használta a jobbikkal közös technikai koalícióra, hogy így változtassuk majd meg kétharmaddal Orbán alkotmányát, muszáj mondanom erről egy mondatot, én nem hiszek olyan koalícióban, még technikaiban sem, amelyben a demokratáknak össze kéne állni a neofasisztákkal. Mert pedig szerintem a jobbik, az egy neofasiszta párt, nem állítom, hogy a jobbik szavazói azok. Egyáltalán nem. Sőt, azt sem állítom, hogy a jobbik összes tagja az lenne, de a párt karaktere, eszmélysége az. E én nem, nem bozót harcban akarok nyerni, azt akarom, hogy a választók sokasága adjon felhatalmazást egy ilyen politikára, ha ad, akkor remélem képesek leszünk ezt majd akkor megvalósítani, ha meg nem ad, akkor e, majd másnak ad mandátumot. Hm? Milyen mozgásokat lát a saját oldalán, személyi mozgásokat? Mondjuk Bajnai Gordon. Hol lesz? Ha lesz átmeneti kormány Magyarországon, mint az olasz vagy a görög, bár ez két különböző típusú átmeneti kormány. Ami egy konkrét gazdaságmenedzseri feladattal jól körülhatárolható mandátum és időszakra jön létre, akkor egy ilyen kormányt nagy eséllyel vezethet akár bajnai, akár más hozzá hasonló karakter. Ha nem lesz átmeneti kormány, akkor minden bizonyal politizáló politikus miniszterelnökök lesznek, mert az a normális, őszintén szólva, a pártok vezetői, akik megvívják a csatát, akik programot adnak, azok, ha nyernek, akkor azok miniszterelnökök lesznek. Ha nagyon fragmentált az ellenzék, és közös erőltet kell keresni, akkor juthatnak szóba megint harmadik partnerek, hogy kik lehetnek ők, ma még fogalmam sincsen, muszáj le hogy a személynél talán fontosabb ma még a program, a végén lesz jelölt, ebben egészen biztos vagyok. Melyik alternatívát, lehetőséget tartja most a legvalószínűbbnek? Átmeneti kormány előrehozott választások után, vagy kihúzza a kormány? Ha Orbán nem tud, vagy nem akar megállapodni az IMF-fel, akkor tavaszra kialakulhat egy szudarállapot, állapot, amelyet elképzelhető, hogy nem tud kezelni ez a kormány. Akkor jöhet. Egyébként pedig azt tartom normálisnak, hogy a kettő harmadával a Fidesz kezelje a kormányzati tennivalókat, tegye a dolgát úgy, ahogyan kell. Nem látnám szükségesnek, hogy előre választás legyen. Azt meg lehet is meg kellene fontolni, hogy ez a két harmad egy másik kormányt állít. De ez az ő döntésük. Ha nem így döntenek, akkor tegyék a dolgokat ezzel a kormányjal. Kívánatosnak melyiket tartaná? Állítson a kormány a kétharmadával, a parlament a kétharmadával új kormányt? Hát nézzem, nagyon nagy lenne, jóval nagyobb lenne a hitelessége az új kormánynak, hogyha azok, akik teljesen más filozófiát képviseltek, a miniszterelnök és a gazdasági minisztere, azok helyett újokat állítana a Fidesz. De még azt hiszem, hogy Matolcsi nem fogja ezt túlélni, ezt a dolgot. Előbb-utóbb bennie kell, az politikai mélegel kérdése, hogy három hónap múlva vagy fél év múlva. Azt tudom, hogy miniszterelnököt váltani egy többségben lévő pártnak, az cudar kiívás, ráadásul hát Orbán nélkül ez a párt, ez már nem ugyanaz a párt, úgyhogy nagy esélyt nem adok neki, hogy ezt megtenné a Fidesz. Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke volt az Aléna vendége.